monkey vagyok én. Amíg a világban folyik a vér, mondd, kit érdekel, hogy ki vagyok én. Magyarországra a 70-es évek végére érkezett meg a hippie ideológia, Amerikához képest majd két évtizedes késéssel. Ezek a fiúk loboncos hajukkal, kockásingben, alföldi papucsban vagy fehér, kínai tornacipőben lettek hippik. Blues-t játszottak. A mikrofon előtt pedig feltűnt egy rekett torkú csavargó, hobó. A szövegeivel lázadt és lázított, mégis színpadra engedték. Lehet, hogy vannak nagyon komoly proféták, akik azért csinálnak zenekart, hogy lázadjanak. Én azért csináltam zenekart, hogy azt a zenét játszom, amit szeretek. És akkor is ezt szerettem, ugyanazt. És hogy ezt nem engedték, abból lett lázadás. A belügyminiszter helyettes fia, aki a csövesekkel érezte jól magát a kocsmában. Lehet, hogy bizonyos szempontból számított a dolog. Tehát, hogy a nagypofájú hobóval nem mertek kezdeni azok az emberek, akik tudtak volna nagyon ártani azért, mert hogy hú, hát a fater majd belenyúl a dologba. Ez benne van a kalapban. Oh, 1978 egy óbudai kocsmában megszületik a Hobo Blues Band. A bluesnak Magyarországon nem volt hagyománya. Lehet magas, lehet kicsi. A tragédiát és a drámát sem magyarok találtak ki, hanem esetleg a görögök sokkal korábban, és az is meghonosodott itt. Mikor még kiskölyök voltam, 5 éves rá. Az együttes amerikai példaképei, a Rolling Stones, a Doors vagy éppen Jimi Hendrix dalait kezdte játszani angolul és magyarul. Hobbiból csináltam ezt a Hobo Blues Bandet, nem is gondoltam rá, hogy ez befut, és nem is annak indult, mégis befutott. Kinek fog ez kelleni? Annak, aki ilyen. Miért a gyerekek ilyenek? Azt nem tudom, de te meg én igen. Kultúrházakban és kis klubokban léptek fel, a siker gyorsan jött. A fiatalok az üres lágerek mellett ki voltak éhezve a valódi érzelmekre, a dalokra, amelyek róluk is szóltak. Nem mindenki volt vevő a tartalom nélküli diszkózenére. Lakótelepi élet, csőfarmer, kocsmában sör a munka után, ha jutott rá. A blues nálunk a szegény munkás sírva vigadása. Póka Egon 15 évig volt a Hobo Blues Band tagja. Az, hogy a Hobo ezt összeszedte, tehát ő ráérzett valamire, hogy egyrészt magyarítani lehetett, tehát lefordította a számok szövegeit, és úgy játszottunk. Ez volt igazándiból az új, meg hát az ő személyisége, ami hát egy majdnem 2 méteres ember, aki nagyon jól néz ki a színpadon. Tízezrek jártak a koncertjeikre, lemezüket ekkor mégis több évig nem adták ki, pedig sztárok voltak. Olyan dalokat írtunk, amelyek maguktól keltek életre, vagy azért, mert jók voltak. Nem azért, mert mondjuk az Erdős Péternek tetszett, vagy megrendeltem. Hát volt slágerlista egy ifjúsági magazin nevű újságban, ahol a mi dalink úgy kerültek bele, hogy sok dal, hogy nem is volt lemezünk. Eljutottak Sopronba is. Már reggel előzölötték a várost a csövesek. Én akkor láttam életemben először a csöveseket, és egy zenekart kísérte egy nem tudok más szót mondani, egy horda a speciális és jellegzetes öltözékben, és előzölötték a várost, és teljes mértékben tényleg úgy nézett ki az egész, egy ilyen Hobo Blues Band turné, mint egy ilyen tatárjárás, hogy követte őket egy ilyen sereg, és akkor városról városra vándoroltak. Híredet lett, tehát szájhagyomány útján, vagy suttogó propagandával terjedt, úgyhogy bárhova mentünk. Már 78 végén a teltház volt mindenhol. Pilis Csaba. Itt él most a 65 éves egykori városi csavargó a családjával. Lenyugodott? Hobo ma biztosan nem iszik alkoholt és nem dohányzik. Ez kimaradt az életéből. 30 éve áll a színpadon. Én így kaptam őt, amikor én őt megismertem, akkor ő már a hobó volt, tehát hozzátartozott ez a fajta életforma, életstílus, és én azt gondolom, hogy ő így jó, ahogy van. Tehát nem akartam soha megváltoztatni, nem akartam ebbe beleavatkozni. Ez hozzátartozik. Tehát, hogyha az ember egy ilyen emberhez megy feleségül, akkor azt be kell vállalni, hogy hát bizony azért 365 estéjéből mondjuk
legalább 150-szer nincs itthon. Dolgozó szobájában legendákról, bluesról, rockról, irodalomról, rendőrökről és családi titkokról beszél. Arról, hogy bár meg is verték, de ez belefért. Nem üldöztek, mert akit üldöztek, annak egy lemeze se lehetett. Mi meg mondjuk csináltunk 6-ot. Nem számoltam még így össze, és mondjuk 2-t betiltottak. Földes László értelmiségi családból származik, sokáig bohóc akart lenni, rajongott a cirkuszért. Egészen fiatalon találkozott az amerikai irodalom, akkor Magyarországon nem szívesen vett költőivel és íróival. Ginsberget és Kerouacot olvasott. Angolul nem tudott, a beat nemzedék költőinek verseit szótárral fordította magyarra. A társadalom tagadást, a csavargók hitvallását beépítette a dal szövegeibe is. A közönség pedig elfogadta. A fiatalok értették, érteni akarták a tengeren túlról jövő szabad szavakat. A 80-as évek végének egyre nyitottabb világában hobóik több más verse között lefordították és megzenésítették az üvöltést, Allen Ginsberg szabadság himnuszát is. Szülei a háború végén partizánok voltak, az apa az újpesti ellenállók vezetője, később a Magyar Partizán Szövetség főtitkára. A fasizmus elleni harcok magyar résztvevői találkoztak a Partizán Szövetség gyűlésén. A főtitkári beszámolót Földes László tartotta. Mindennél nagyobb boldogság számunkra. A Rákosi rendszerben sem veszítette el hitét és állását, kemény vonalas volt. Alázatos ember, aki egészen a belügyminiszter helyettességig vitte. A fia viszont másképp képzelte a kommunizmust. Zord bűnös vagyok. Apja irányítani akarta, így vegyészkarra kényszerítette a fiút, de ő történelmet és irodalmat akart tanulni. Átiratkozott a bölcsészkarra. Föl is vették, mert hátszele volt. Az énekes szövegírót éppen apja miatt érte a legtöbb támadás. Sokan azt mondták, ő áll a háta mögött, ezért nem bántották. Nem tudhatjuk, de a vér nem válik vízzé. Megmentek százszor! 16-os koromtól. Megnyíltak pártor! 16-os koromtól elhagytam a családomat egy beszélgetésben ezt az apámmalnak elmondtam, hogy én ezt a dolgot befejeztem 18-es koromban, ez 1963-ban volt, a Hobo Bluesman meg 1978-ban alakult 15 éve később. 1945-öt követően az édesapja először belügyminiszter helyettes lett, és aztán később pedig a Hung Expo vezérigazgatója. Mondják azt, hogy nekem könnyű volt lázadni. Én ezzel a dolgot szembefordultam politikai értelemmel is, nem csak személyesen. És útlevelem se volt, és voltak rendőrségi eljárások, politikai természetű rendőrségi eljárások ellenőr, nem egyszer, nem kétszer. Elképzelhető, hogy volt néhány beszari pártfunkcionáros, aki félt az öreg földesnek a haragjától, vagy a retorzióitól, de hogy erre nem volt rájátszva, és hogy a Hobo soha nem kért szerintem az apjától semmiért, abban én egészen biztos vagyok. Hogy jön be ebbe az egész dologba az apám? Ők úgy gondolják, hogy engem az apám védett meg. Na most hát nem tudom az acélleftárstól, hogy tudott volna megvédeni, amikor mondjuk a vadászatról ő húzgálta ki a számokat, vagy például volt egy ilyen dal, a száműzött lovag a vadászaton, ami így kezdődik, hogy apám kitagadott, ha már őről beszélünk, nincs otthonom, hazám. Így kezdődik. És hát ezt a dolgot csak úgy tudtuk átvinni, hogy a Deák Bill Gyula énekelte. Sőt, már akkor sem hagyták békén, amikor még nem is énekelt. A szocializmusban a visszapofázó, öntudatos fiúkat ugyanis nehezen tűrték a rendőrök. És a szabadság jelképének számító hosszú hajat sem. Tankok mentek Csehszlovákiába a magyar bevonuláskor, 68-ban akkor elkaptak, és nem volt munkaviszonyom éppen, és elkaptak de Egerben. Levágták a hajamat ilyen féloldalosan. Hobo sokszor szándékosan kétértelmű, de a szövegei is gyakran kiverték a biztosítékot. A Beatrice mellett Hobót hívták a legtöbbször raportra. Trükköznie kellett. Egész egyszerűen átvertem őket, ami
ami nem volt nagy dicsőség, mert egy ilyen cenzurális vagy besúgó, bizonyos értelemben kulturális besúgó szerepre igazán tehetséges emberek nem vállalkoznak. Hát az elvtársak azok végigolvasták, és ha megértették, akkor hát ezt nem lehet. És ennek mentén azért volt egy-két trükk, tehát ahol mindig benne hagyott egy-két csontot a szövegekbe, tehát direkt úgy készült, hogy hát ezt biztos kifogják ki, ezt, és akkor jött a B változat, ami még mindig esetleg, és akkor C változatban volt benne az, amit eredetileg akart. A padok alatt kúsztam, egy láb megrugott, az orosz tanár erről semmit sem tudott. A táblánál a Géza nehezen makogott, és nem segített rajta, hogy Csapajev vagyok. Ugye a Csapajev egy nagy szovjet hős volt, és akkor az erdős azt mondta, hogy hát ez nem megy, hogy orosz tanár. Hogy hát ez nem lehet ideírni, hogy orosz tanár. És akkor mondtam, hogy akkor szőke tanár. Mert nekem az volt az érdekes, hogy a Csapajev benne legyen. Hogy az orosz tanár szőke vagy barna, az tök mindegy volt, úgyis mindenki tudja, hogy miről van szó. És hát ezt megette. Koncertjeiket figyelték a rendőrök, az együttes sem úszta meg a verést, pedig nem is a saját számukat játszották. A rendőrök a Rolling Stones-t verték meg. Játszottuk a Rolling Stones-nak a Szimpátia az ördöggel című számát, amiben van egy ilyen szöveg, hogy és nekem minden zsarú bűnöző és minden bűnöző szent, és a fej a farok, és én Lucifer vagyok. Autogramokat adtam, és akkor rámeresztettek két kutyát, aztán lefújtak, és aztán pépé vertek. De hogy milyen mulatságos az élet, nem arra gondoltam, miközben rúgtak, megvertek. Nem arra gondoltam, hogy ja Isten, mennyire fáj, pedig fáj nagyon. Nem, hanem arra, hogy csak be ne tiltsák a zenekart. Mint kutyának a csont kell, szerésznek a pénz, a vándor az utó. Hobó színházban játszik, koncertezik, ír, karriert csinált. Csendes helyre költözött, távol az egykori munkásnegyedektől, a magyar blues szülőhelyétől. Lázadnia sem kell már. Kis ember ül a hátsó sorban,